nagyon fölértékelődött természetesen most a családegyház. Hogy a családi közösségben, a családi otthonban hogyan lehet ott akkor imádkozni, közösen imádkozni, szentírást olvasni, hitet megosztani, építeni egy hitet. Ez nem erőssége a kereszténységnek, ez nem erőssége a magyar katolicizmusnak, hogy tudnánk beszélni a hitről. Ha itt ebbe valamit tudunk lépni, hogy tudunk valóban bátrabban hitről beszélni, és a kérdésekről, és a kételyekről is, akkor ez egy nagyon lényeges vízválasztó lehet. Isten hozott minden hallgatónkat, Péter és Bea mellettem, alattuk Szép Isti, alattam Szaladós Horváth Botond, hivataljaink. Szeretnénk úgy beszélgetni, és úgy szeretném átadni a szót a fiataloknak, hogy valóban a generációk közötti beszélgetés lehessen így ebben a karantén időszakban is, mind arról, amit tudunk tanulni az előttünk járóktól. Ugye mondtad, hogy a szüleid csak nagyon bátran előre mentek, nem tudták, mi vár rájuk, csak mentek. Mi volt az az erő, ami motiválta őket előre? A legnagyobb hajtóerő az volt, hogy muszáj új gyökereket letenni, a családot újra biztonságba kell, hogy helyezzék. Mit javasolnál? Mi lenne a legnagyobb ilyen tipp, amit adnál új családoknak, akik ide jönnek Magyarországba, Kanadába? Valahogy bele kell kapcsolódni egy közösségbe, mert a közösség nem csak támaszpont, hanem ott vannak szükségek, amire te is tudsz reagálni, és te is tudsz segíteni, és fordítva. Ugye volt egy következő szint, hogy hogyan lehet eljuttatni így a közösséghez, a hívekhez így ezt a misét. Ott nekem nagyon fontos volt valóban a közösségi aspektus, és pont azért kezdtük el azt, hogy mindig egy megosztott képernyővel, ott van egy-két család, aki szolgál, olvasóként, zenélőként, énekesként, valahogy vagy szimbolizálva az, hogy a közösség ünnepel együtt, és hogy akik ott vannak a képen, azok képviselik azokat is, akik különben csak passzívan idézőjelbe tudnak bekapcsolódni a képernyők a túloldalán. Tehát, hogy valahogy jelezni azt, hogy a közösség az él, és hogy bármilyen formában, még ha létszám korláttal is, de lehessen újra közösségben ünnepelni az Úr napját. Az első kérdés az, hogy ki hív, a másik az, hogy hogyan tudok válaszolni. Aki hív, Jézus, az úgy mutatja be magát, mint a pásztor, mint a jó pásztor. Rakjuk félre a magyar meséket, rakjuk félre a bodrikutyás képet a Nagyalföldről. Nem, itt nem egy csaholó kutya terel minket. Nem, az ókori keleten nem volt terelő kutya. Ott akkor, amire Jézus beszél, ott valóban arról szólt, hogy a pásztornak hívnia kellett. Hívnia kellett a nyáját. Tudjuk, hogy mennyire félénkek a bárányok, akiket az, hogy kövessék őt. Annak a tapasztalata, hogy ez a pásztor ott volt velük a születésüktől fogva, egészen különleges, mély kapcsolat. A pásztor az, aki túllát minden akadályon, mert ő már volt ott, mert ő előttünk jár, mert ő ismeri, mert csak olyan helyre visz minket, amit maga megismer. Ő hív minket. Hogyan válaszoljunk akkor? Hogyan lehet válaszolni erre a pásztorra? Mit tegyünk, azt kérdezik Pétertől az őt hallgatók, mit tegyünk, hogy üdvözüljük? Az első dolog talán az, hogy ne félj. A 23. Zsoltárt énekeltük, az Úr az én pásztorom, a halál sötét völgyében sem félek. Emlékszünk-e sorokra? Ez nem egy naív bátorság, ez nem egy vakmerőség. Ez annak a szabadsága, hogy tudom, hogy az Úr kezében vagyok, és az jó hely. Ezért nem félek. Az első tehát az, hogy ne félj. A másik, hogy dönts. Dönts Jézus mellett. Ez az kell, hogy észrevedd az életedben a jó és a rossz között a különbséget. És itt most egyetlen egy kifejezést szeretnék hozni, hogy
mi a jó. Ez nem egy morális, moralizáló dolog, amit ott akkor a tanítóbácsi mond, vagy a papbácsi mond, hogy ezt csináld, vagy ne csináld. A jó, a mai evangélium szavával az, amit Jézus akar adni, hogy életük legyen és bőségben legyen. A jó az, ami a teljes élethez vezet. Ami végleges, ami mély, ami valóban éltet. Ami nem csak egy pillanatig kielégít és megelégít, hanem amire megtapasztalod, hogy ez éltet. Azért tudtam gyorsan lépni, mert a diaszpora miatt már kellett korábban is ugye keresni azt, hogyan lehet a prédikációt, a misét, az üzenetet valahogy egy használható formában és egy folyamatossággal eljutatni az emberekhez. Tehát ez segített abba, hogy én megérezzem ennek a fontosságát, és ez segített abba, hogy a közösség tagjai azok tudjanak erről, és tudjanak mit kezdeni vele. Ilyen szempontból utána a technika az fontos, és keretek hozzá azok, akik akkor segítettek, na melyik irányba induljunk el, ugye elveszünk, többfajta lehetőség van, de mióta választottunk, ami viszonylag egyszerűen csinálja a létező technikával, és ami sok felületen megosztható utána. Ezek voltak a szempontok. Én azt éreztem, hogy pont azért, mert a közösségnek erős a megtartó erre, és mivel ott voltak már ezek a digitális megszólítások, gyorsan reagáltak az emberek, jól vették, föl voltak rá készülve, és gyorsan bekapcsolódtak, és ahol meg lehetett az, hogy tényleg így megszólítani őket, akkor örömmel vállalkoztak rá. Én nagyon nagy szeretettel köszöntöm közösségünknek orvos tagjait, Ecső Andrást, aki kórházi sebészként hozza az ottani tapasztalatokat, alatta Kábor Robert, aki Perri tájáról kapcsolódik be házi orvosként, sürgősségi orvosként, és Kristóf Lórend, alottam, aki házi orvos, illetve idős otthonba dolgozó orvosként is. Három egészen különböző területet tudtok képviselni, fontos lesz, hogy ezeknek a tapasztalatait hozzátok be. Az első kérdés az, hogy három különböző szakmai területen, három különböző város részben itt a GTA-n belül, hogyan éritek meg ti most itt a járványt? Nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves nézőt és hallgatót, és köszönjük szépen Tamás atya, hogy ezt a kerekasztal megbeszélést összehoztad. És valóban, ahogy korábban is említettük, a célja ennek a kerekasztalnak az, hogy próbáljunk minél több információt adni egymásnak egészségügyi nevelés céljából, hogy minél több legyen az ismeretlen információ, és minél úgymond otthonosabb mozgunk az információval, annál kevesebb a szorongás, kevesebb a félelem bennünk. Most elhalasztottunk, ezáltal is próbálunk koncentrálni a sürgős esetekre, illetve próbáljuk az ágyakat fenntartani az esetlegesen koronavírusos betegekre az elkövetkezendőben. Sürgősségi műtétet végzünk csupán, de viszont ennek a másik oldalát nézve, hogy ugye sokan próbálják elkerülni most már a sürgősségi osztályokat, a kórházokat, attól félve, hogy megfertőződhetnek, és sok esetben ez jogos is, sok halasztható probléma van, de viszont azt látom a sebészeten belül, hogy azok a betegek, akik hozzánk jönnek jelen pillanatban, teszem fel egy akut sebészeti betegséggel, ami legyen egy bélelzáródás, legyen egy vakbélgyulladás, legyen egy epehólyaggyulladás, vagy bármi más, sokkal előre haladottabb állapotba jönnek, hogyha összehasonlítsuk a koronavírus előtti állapottal. Ez pontosan azzal magyarázható véleményem szerint, hogy mindenki próbál ott maradni több ideig, illetve próbálják, hogy hát ha most ez egy kis hasfájás, valamit rosszat tettem, elrontottam a gyomromat, otthon maradok, de mikor majd végül ugye kiderül, hogy ez nem csak egy egyszerű hasfájás, hanem valamilyen sebészeti betegségről beszélünk, akkor, mikor már néhány nappal később jönnek be, akkor már sokkal előre haladottabb állapotban vannak, ami úgy a sebészeti kezelés kockázatát megnöveli, mint sem a felépülés, a műtét utáni felépülést is. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan az lenne a javaslatom, hogy valóban akinek nem
életfontosságú bejönni, ne jöjjön be, de viszont aki nem érzi jól magát, és be kell jöjjön, az jöjjön be, ugyanúgy ott vagyunk. Természetesen most a COVID-19-en van a nagy hangsúly, de attól függetlenül ugyanúgy ellátjuk az akut sebészeti betegségeket, mint korábban. Köszönjük. Jó napot kívánok, én is üdvözlöm kedves nézőinket, hallgatóinkat. Hát nap mint nap, én is el vagyok zárkozva a házba, nem nagyon járunk ki, éppen csak munkába, meg élelmiszert vásárolni. A sürgősségi osztályon tényleg érezhető, hogy a betegek száma csökkent. Mondhatom azt, hogy igazából majdnem pont feleire csökkent a látogatás. Az elmebetegségek azok nem csökkentek, sőt, még esetleg egy kicsit növekedtek is. A súlyosság, amit látunk, annak a szintje egy picit fönnebb emelkedett, és érezhetően, láthatóan emelkedik a látogató száma, meg ez a COVID-vírussal fertőző betegségekkel kapcsolatosan. Mindennapi rendelőnben ott is elég jól megváltoztak a dolgok, inkább így telekonferencián, telefonon, videokonferencián kezelem a betegeket, inkább majdnem 75%-ra visszacsökkentettem erre a formára, de azért még sajnos muszáj bemenni olyasmikre, amire muszáj kéz alá kerüljön a beteg, kivizsgálni egy vállat, vagy egy bármilyen sümölcsöt. Szóval azért rendes nap mint nap folyamat az még rendesen működik. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, aki most bekapcsolódott azért, hogy velünk elbeszélgessen. Én családorvosként dolgozom a klinikámon, azon kívül bent a kórházban, mint rehabilitációs orvos, és öreg otthonban is szerepet vállalok, mint ami érdekes, és amiről mostan a médiában sokat hallunk, az az öreg otthonokban levő helyzet. Tehát amint látjuk, a elhalálozásoknak a fele az öreg otthonokban történik meg, és ez azért is van így, mivel ott egy nagyon elgyengült beteg populációval foglalkozunk, és ez ki van mutatva ennek a vírusnak, a járványnak a kapcsán, hogy az idősebbek, az olyan betegek, akiknek több betegségben úgynevezett multimorbiditásban szenvednek, sokkal érzékenyebbek és sokkal sebezhetőek. Tehát erről most talán többet is tudunk beszélni. Most még tartunk itt a 6. hétnél, és már akkor akkor most ez most a milyen szörnyű. Tehát valahogy egy szembesülés azzal, hogy vannak keresztény közösségek, hogy tudunk összejárni, hogy vannak, akik ebben a szolgálatban benne vannak, ez nem automatikus. És hogy kell egy olyan világra fölkészülni, ahol sokkal több szerepe van a különböző szolgálatoknak, a világi szolgálattól egy felszentelt papi szolgálat. Állaték.